Ez volt a 100. Vastag Sándort köszöntötték a jeles születésnapon. Tejszállítóval ütközött, a gyanú szerint figyelmetlen volt a Renault vezetője. Homolya borbála nem hagyja annyiban. Hónapok óta szedi a szemetet halas közterein az önkéntes segítő. Dobogós tervek, a kiskörösiek ellen lépett pályára az UKSC kézilabda csapata. Köszöntöm Önöket, a Halas Televízió hétfői hír összefoglalóját látják, nézzük a legfrissebb történéseket. Egy feleség, egy gyermek, egy munkahely, egy kerékpár egy életen át. Akár ez is lehetne a mottója a kiskunhalasi Vastag Sándornak, aki szinte napra pontosan egy évszázaddal ezelőtt, 1921. második hónap 21-én született, így napjainkban ő a város egyik legidősebb polgára. A jeles évfordulót a koronavírus miatti veszélyhelyzet előírásainak szigorú betartásával szűk körben ünnepelte a születésnapos. Drága papa, jó Isten éltessen nagyon sokáig születésnapod alkalmából. Nagyon szép. Fújjad el a gyertyákat, jó? Nem mindennapi eseményt ünnepelt a kiskunhalasi Vastag Sándor, a hétvégén töltötte be 100. életévét. Ez alkalomból fia tortával lepte meg. Ott volt a köszöntésen dr. Bognárné Nagy Éva, a Sziládi Áron Társaság elnöke is, hiszen jelenleg Sanyi bácsi a legidősebb, élő Sziládiban érettségizett diák. Erről most már egy díszes oklevél is bizonyítékul szolgál. Szeretném köszönteni Sanyi bácsit a Sziládi Áron Öreg Diák Társaság nevébe sok szeretettel. A Sziládi Református Gimnáziumban a Varga Judit igazgatónő köszöntését, és a Református Egyház nevében meg Büdecs Pál református lelkész, elnök lelkész köszöntését hozom szeretettel. Itt van egy ilyen szép kis arany érem, Vastag Sándor, és ebbe pedig egy emléklap. A vírushelyzet miatt csak szűk körben megtartott születésnapi köszöntőn stábunk sem lehetett jelen, viszont 5 évvel ezelőtt a 95. torta gyertyáinak elfújásakor interjút készíthettünk a születésnapossal. Akkor felidézte életének néhány fontos pillanatát. 20 éves koromban Siófokon voltam vasutas, utána egy évig voltam a vasutas tisztképző tanfolyamán Budapesten, az volt egy év, és Erdélyben voltam Marosvásárhelyen, a legutolsó vonattal jöttünk el a háború alatt, már közeledett oda a front, és azóta itt Kiskunhalason élek. A kisfiam nagyon rendes, minden hétvégén meglátogat, mert ő Szegeden lakik, és oda-vissza ugye 100 kilométert kell vezetni, de nagyon aranyos, és minden hétvégét együtt töltjük. Vastag Sándor 59 évig élt boldog házasságban feleségével, Klárikával, aki néhány éve hunyt el. Az évtizedek alatt egy fiúgyermekük, 6 unokájuk és 3 dédunokájuk született. 5 évvel ezelőtt az ünnepelt beszélt arról is, milyen fontos az életében a szeretet és az összetartó család. Egymást becsüljék meg az élete párjukkal, becsüljék, meg szeressék egymást, és legyenek mindig hűek egymáshoz. Mert probléma minden egyes családban előadódik, de mindent meg lehet oldani, ha a szerelem összeköti azt a párt, és az maradandó is maradjon egymás iránt. Ez így múlik el az élet. Ez az 59 év, amit együtt éltünk a Klárikámmal, tessék elhinni, olyan hamar elmúlt. Stábunk ezúton kíván boldog születésnapot a 100-esztendős Sanyi bácsinak. Figyelmetlenül előzött egy Renault sofőrje, ezért neki ütközött egy balra kanyarodó tejszállító kis teherautónak vasárnap délelőtt az 53-as főúton. A baleset Halas közelében történt. A helyszínre a mentők és a rendőrök mellett a tűzoltókat is riasztották. A két járműben 4 utaztak, a személyautó egyik utasa súlyosan megsérült, őt kórházba kellett szállítani, a többieket a helyszínen látták el. A helyszínelés és a műszaki mentés idején félpályás útzár volt. A baleset körülményeit a Halasi Rendőrkapitányság közlekedés rendészete vizsgálja.
Ott takarít, ahol mások nap mint nap szemetelnek. Önkéntes akcióba kezdett Homolya Borbála. A hölgy a Bibó István gimnázium melletti erdős területen gyűjti a szemetet. Mint mondta, arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy mennyire nem vigyázunk erre a földre, a természeti értékekre. Hunyadi Péter önkormányzati képviselő úgy gondolja, Borbála tevékenysége igen dicséretes. Jó lenne, ha másoknak is eszébe jutna. Ha nem dobják el a szemetet, nem is kellene összeszedni. Homolya Borbála hónapokkal ezelőtt fogott hozzá az önkéntes város takarításhoz. Mint mondta, elszomorító, hogy itt a Bibó István gimnázium melletti terület is mennyire szemetes. Hetente több zsáknyi hulladékot lehet itt összeszedni. Itt a legdrágább húsvéti tojások, meg öltözékek, meg internet, meg hát, hogy ne soruljam, kancsók, egész fölbontatlan gyümölcslevek, szóval mi nincs. Családi takarítás és gyerekkocsira lekötik, és akkor ide vagy oda vagy amoda a tolják. Mert nem csak itt, a hídnak a túloldalán is szintén vannak lerakódások. A Csetényi Park háta mögött láttam a nád között széket meg, hogy ne soroljam. Hunyadi Péter önkormányzati képviselő szerint a város más területein is tapasztalható hasonló szemetelés, éppen ezért dicséretes az ilyen önkéntes segítség. Én nagyon boldog vagyok és büszke vagyok arra, hogy halasiak és egyre többen a lelkükön, lelkiismeretükön viselik ennek a városnak a sorsát, a kinézetét, értékeit, és erre látunk most egy szép példát. Ugyanakkor meg szeretném felhívni azt a figyelmet arra, hogy aki szemetel, az háromszorosan is kárt okoz legalább a városnak, hiszen összeszedni pénzbe kerül, aztán elszállítani pénzbe kerül, és leadni szintén pénzbe kerül a városnak, ahelyett, hogy a otthoni kukát, amit egyébként kifizetnek az emberek, annak a szerződésnek a keretébe a szolgáltató elvinni. Úgyhogy nagyon-nagyon jó lenne, hogy erről a laza mozdulatról egyre többen megfeledkeznének, és inkább hajuljanak le ezért a szemetért úgy, ahogy mások megteszik, és legyen szebb utánunk a föld, mint előttünk volt. Az önkormányzati rendészet vezetője szerint a lakossági bejelentések és a kamera felvételek nagyban hozzájárultak, hogy több esetben sikeresen elfogták a szemetelőket, azokat, akik nagyobb mennyiségű hulladékot dobtak ki a közterületre. Itt inkább az apró, ám nagyon bosszantó szemetelésről van szó. Oda nem figyelünk, kényelmesek vagyunk igazából, és gyakorlatilag lusták, hogy elvegyük a legközelebbi szemetesség, mert igazából ami jellemző és sok, azok a kisméretű szemetek, amikor sétálás közben egy csoki papírt, egy üveges flakont eldobnak az emberek, és sajnos erről kellene leszoktatni a társadalmat. Egyre többen járnak túrázni, kirándulni a Sóstó partjára, itt is vannak szép számmal eldobált üvegek, palackok. A rendészet vezetője arra kér mindenkit, csak néhány métert menjenek arrébb, több kukát is találnak, és abba beledobhatják a szemetet. A sétálás, piknikezés közben a keletkezett szemeteket ne dobják el. Nagyon szépen épül-szépül a Sóstó és a környezete, nagyon sokan járnak ki ugye jó időben, és azért ez egy kicsi odafigyelést igényelne, és bízunk benne, hogy meg is lesz ennek az eredménye, hogy a kihelyezett tárolókba helyezzék a keletkezett szemetet. Az erdei Ferenc téren a szétdobált pálinkás üvegek miatt bosszankodnak. A Covid-járvány miatt a kocsmák zárva vannak, így vannak olyanok, akik a napi alkohol mennyiséget a kisboltokban, italkereskedésekben veszik meg, és az utcán, parkokban isszák meg a napi töményt. Az alkoholos kisüvegek palackok után gyakran aztán nem a kukába, hanem a sövény alá kerülnek. Az itt élők nem nézik ezt jó szemmel, legutóbb már arra kényszerültek, hogy összeszedték a köznyelvben csak két dekásnak vagy tüskének hívott üvegeket, lett is belőle néhány szatyornyi. A rövid italt fogyasztóknak nem kellene más tenni, mint a köztéri kukába dobni az üveget, vagy a közelben lévő szelektív hulladék gyűjtőbe vinni. Az egyik panaszos szerint, amíg a fejekben nincs rend, addig szélmalom harc az egész. Nevelő szülőket keres a Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató. A Szeged-Csanádi Egyház megyéhez tartozó intézmény tájékoztatójából kiderül, hogy Magyarországon jelenleg mintegy 23 ezer olyan gyermek él, aki valamilyen okból elvesztette a saját családját. A gyermekvédelmi gondoskodás rendszere ma már nagy létszámú intézetek helyett szeretetteljes elfogadó légkört igyekszik biztosítani azoknak a gyerekeknek, akik sajnos átélték ezt a traumát. Ők a nevelő szülők, akik készek a saját otthonukba fogadni a családjukból kiemelt gyermekeket.
A nevelőszülő átmeneti segítséget nyújt, hiszen a cél az, hogy a gondozott gyermekek sorsa megnyugtatóan rendeződjön. A szolgáltató honlapján található meg az erről szóló részletes tájékoztató. Dobogós terveket dédelgetett a kiskunhalasi UKSC harmadosztályú lány kézilabda csapata a tavasz végére. A tabella a világjárvány miatt nehezen követhető, de az biztos, hogy a halasi csapat számára reális célkitűzés az éremszerzés. Ezen a hosszú úton az egyik legfontosabb állomás a kiskörösi NKSS-e elleni hazai mérkőzés volt, melyen itthon kellett tartani a bajnoki pontokat. A vendég kiskörösi csapat pirosban, a mieink a kiskunhalasi UKSC sötét-szürke mezben próbálta egymás dolgát megnehezíteni az aktuális bajnoki fordulóban. A halasi lányok a terveikben a dobogót célozták meg, ehhez ezen a rangadón is nyerni kellett. Jól, sőt nagyon jól játszottak a hazaiak, és ez egyre nagyobb differenciát jelentett a gólok számában is. A félidőben 12-5-öt mutatott az eredményjelző. A védekezés, ez tök jó. Jók ezek a fölépkedések, de ha olyan? Elég, hogyha csak föllépsz, hogyha eléjelsz, jó? Nem kell mondani, nem akarom, hogy 9-eseket kapjanak, fölé fogják lövöldözni ezekből. Jó? Támadásban meg a jobb oldal gyengébbek, arra játszunk figurákat. Jó? Jobbra játszod, és egy picit a bal oldalt az el lesz hanyagolva, de ugyanúgy, jó? Csináljuk, gyerünk, csináljuk. A folytatásban nem csak technikai tudásban, hanem kondícióban is felülmúlták ellenfelüket a halasiak. A 20. percben már 10 volt közte, de még erre is rátettek egy lapáttal az itthon játszók. A vége a vártnál nagyobb különbségű, magabiztos hazai győzelem lett. Kiskunhalasi UKSC, kiskörös NKSS-e 26-12. Számunkra egy nagyon jó edzőmérkőzés volt. November óta nincsen sportcsarnokunk, azóta nem is tudunk edzeni. Januárban tudtunk elkezdeni hajóson. Heti egyszer, egy kis foglalkozást tartani a lányoknak, ahol nem is mindenki tud részt venni, 4-5-en tudnak részt venni, többiek tanulmányaik miatt, szülők nem engedik őket. Csoda, hogy egyáltalán meccsre elengedik őket. Ahhoz képest én azt mondom, hogy egy hete, amit játszottunk a Kalocsával, ahhoz képest fejlődtek a lányok, tudtunk előrelépni, egyelőre ennyire futja edzés nélkül. Nagyon sokat mosolyogtunk, ami mindenkinek ilyen feltöltődés, és szerintem nagyon gyorsan ment a labda, bejöttek a figurák is, és elég sokat gyakoroltuk is ezeket. Ekkora különbség volt a két csapat között szerinted? Hát, megmondom őszintén, az elején egy kicsit izgultunk így a meccs miatt, mert nem szabadott alábecsülni őket, de örülünk, hogy tényleg így sikerült megnyernünk. Valami csehet csinálja a végén! Kira lehet, mész vissza. Mi a cél a végére, hiszen most a 4. helyen álltok a bajnoki tabellán? Igen, a 4. helyen állunk, de 2 meccsen kevesebbet játszottunk, mint a 2., 3. Tehát, hogyha azokat sikerülne a pótló meccseinket behúznunk, akkor följönnénk a 2. helyre. Tehát mindenképpen egy dobogót megcéloztuk a lányokkal a szezon előtt, ezt szeretnénk tartani. Hamarosan elkészül a győztes énekes lemeze. Mint arról korábban már beszámoltunk híradónkban, a Halas Televízió által szervezett 12. Ganzer.karaoke versenyt a kabai Borbély József nyerte meg. Első helyezettként egy saját demo CD-t készíthetett el profi körülmények között a kiskunhalasi Bendegúz hangstúdióban. Ott jártunk, a nyertes épp kedvenc dalait énekelte fel a stúdióban. Mint megtudtuk, a munka zökkenőmentesen, lendületesen zajlott, így József hamarosan már kezébe is veheti az első saját lemezét. A helyszínen készített interjúinkat a Pont című ifjúsági magazinunk egy későbbi adásában láthatják majd a nézők. Híradónk végén most összefoglaljuk a legfontosabbakat. Ez volt a 100. Vastag Sándort köszöntötték a jeles születésnapon. Tejszállítóval ütközött, a gyanú szerint figyelmetlen volt a Renault vezetője. Homolya Borbála nem hagyja annyiban. Hónapok óta szedi a szemetet Halas közterein az önkéntes segítő. Dobogós tervek, a kiskörösiek ellen lépett pályára az UKSC kézilabda csapata. Kedves nézőink, a folytatásban hamarosan láthatják, hallhatják az időjárási előrejelzést, majd a napi mozaikban egy online interjút láthatnak Lindával, egy énekessel. Friss hír összefoglalóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, viszontlátásra!